Hellóztok. Elvileg felismertek. Igen, én vagyok a hatlábú farkas. És kaptam egy levelet. Nem szoktam ilyen videókat csinálni, hogy kapok egy levelet, de... Ez olyan súlyos ez a levél, hogy erre frankon olyan videóválaszt kell csinálnom, amit mindenki megkap. És mindenki esetleg... Na jó, nem hülyeskedünk. Szóval mindenki megkap, és esetleg mindenki tanul majd belőle. Először elkezdtem ilyen hosszú válaszadásban, hogy ezt ne így, ne úgy, erre menj, arra menj. Nem jó. Nem jó, mert a választ csak egy ember kapja meg, és nem az összes. És ugye ez már majdnem a jövő, ez a megosztás társadalma. Úgyhogy megpróbálom megmutatni, jó? Tehát van nekem egy ilyen Gmailem, ezt nem tudom, mennyire látjátok, elvileg. És így elkezdtem írni a levelet. De jó hosszan. Elkezdtem írni a levelet, hogy figyelj már, ezt kéne, meg azt kéne, meg ide menjél, meg oda menjél. Nem jó ötlet. Ki is x-elem a fenébe. Szerintem egyszerű. Szóval levélírónkat, mit tudom én, mert hölgyről van szó. Mint kiderült a soraiból, hölgyről van szó, nem pedig csajról. Ezt ilyen apróságokra érdemes figyelni, mert... Tessék! A emlősökből, nagyon szépen mondtam, tehát a lányokból többféle van, ilyen multi. Van a általános, amelyik az pont rosszul mutatnám, mindegy. Menjünk a durvábbtól a jóig, jó? Tehát vannak a szukák. Az tényleg ilyen háromszög agyú, kész, semmit befogadni nem képes. Aztán vannak a hülye csajok, ugye? Ez fontos a jelző. Aztán a lányok, a nők és a hölgyek. Jó? Ezt az ötöt azt különbözteti meg egymástól, ahogy beszél meg, ahogy viselkedik. Tiszta jó, nem? Szóval egy ilyen csúcskategóriás, egy hölgy üzent nekem, Gmail-en keresztül, nevezzük mondjuk Beátának, vagy mit tudom én, Timinek, vagy akárminek. Na szóval, nevezett Timi következőt írta, hogy szia, próbálom azért olvasni, hogy a szavar hitelesség az rendben legyen. Szia, láttam a korábban videóban, amiben a Linux telepítését magyaráztad el. Oké. Várj. És most nálam óra, mert ugye mobiltelefonba hordom. Megmutatom, jó? Operációs rendszerek, jó? Ez egy pár azért van, jó? Hogyha esetleg te látsz egy ilyet, jelen fejjel felé mutatom, persze egy ilyet, jó? Hogy ezt az operációs rendszert, hogy Ubuntu 12.04, ezt te láttad, hogy kell föltelepíteni, az tök jó, de ettől még egy másik fajta rendszert nem tudsz telepíteni. Ez, ha most nézz az órára, régi, jó? Maradjunk annyiba, hogy régi. Azzal tudnám egy vonalba hozni, hogy... Mondjuk Windows XP, jó? Tehát a nagy teljesítményű elvárásaim nincsenek az ügyben, jó? Cserébe viszont van még egy csomó. Majd egyszer kidobom őket. Valami szerencsétlennek odaadom, hogy... Figyelj, ez talán még elindul a gépeden. De remélem, erre nem kerül sor. Na, a modern operációs rendszereknek más számok vannak a végén, jó? Mindjárt tovább lépünk a kérdéstől, akit ez nem érdekel, azt tovább lép. Tehát, többféle rendszer van, jó? A többféle rendszer az azt jelenti, hogy közben teltek az évek, jó? És a Linux fejlődött. Jó? Azt akartam ezzel mutatni, várj, mutatok egy újat. Újat, hát azért ez túlzás, hogy új, mert természetesen ez kicsit gyorsabban fejlődik, mint a gépjárműipar. Ez egy durva példa volt, nem értetted. Nem baj, itt is megállunk, itt mindenhol megállunk, minden bokornál, mert te, nézőm, most mindegy, hogy fiú vagy, vagy lány, 97%-om fiú, ezt tudtad? És 3%-om lány, és ebből egy írt, és már is hölgy. Fiúk, nagyon húzzatok bele, le vagytok maradva. Na, szóval
A gépjármű ipar egy picit le van maradva. Diszkréten 200 éves motorral megyünk a mai napig. Ha van kedved, utána nézhetsz, hogy a benzinmotort, illetve a dízelmotort mikor fejlesztették ki? Google, Wikipedia, stb. Ja? 1900-as évek eleje körülbelül. Most 2016 van. Hát egy 100 év, jó? Mondok egy másik példát. Figyelj! Ez egy zsepi. Direkt azért mozgatom ilyen gyorsan. Ez nem reklám. Jó. Tehát felvesz a zsepit, mondjuk ez a telefon. Halló, halló, szia! Igen, és buszon vagy. Halló, halló, igen, igen, nem, jó, oké. Oké, leteszed a telefont, és mindenki így néz. Hallod, 100 éves telefonja van. Fú, hall, láttad? Összesugnak a hátad mögött. És a legújabb mercibe beteszed a segged. A legújabba. Abban 150 éves motor van. Kicsit túlzáson, mondjuk 100 éves motor. Nem gyanús valami? Ugye 3-4-5 éves telefonnal lenéznek a buszról, 100 éves autó rendben van. A technológiáról van szó, jó? Tehát 100 éves technológia, elavult vackokat használnak, jó? Visszatérve ide, ezek kb. 2 hónapja lettek kiírva. Ezek DVD-lemezek már, le lehet írni le. Nem azért írható lemez, mert Phil Stoller rá van írva, jó? Tehát... melyiket mutassam? A Mátét? Pont egy még régebbi. Várjál! Várjál, csávó! Mutatok én itt neked valami egyebet. Ha, itt találtam! Na, tessék! Kicsit melegebb pite lesz. Tessék! Így mutatom, így nem csillog annyira. Tehát, megfordítjuk. Te AB oda, persze. Jó, külön lehet mozgatni, jó? Tehát két külön lemezről beszélünk. Na, tehát. Ubuntu, jó? 16.04. A 16.04 az nem azt jelenti, hogy 2016, 4. hó elseje, jó? Mindegyiknek az a vége, hogy vagy 04, vagy 10. Ez valószínűleg, mert nem mondta el nektek senki, ugye? Ez először egy másikat. Kicsit közelebb hozom, mert kisebb a betű. Itt még nem volt ilyen vastag filcem, mert nem volt rá pénzem. Tehát, Ubuntu 14.04. Ott is 0.4 a vége, jó? Tehát, hogyha ennél maradsz, ehhez ragaszkodsz, tényleg nem fogsz megbánni, akkor van egy sorszám. Ez a... hogy a fenébe fogalmazzak, hogy azok a nézők is megértsék, akik még eddig nem is tudják, hogy mik ezek. Ez a sok hülyeség. Rendesen nem tudok szakmailag fogalmazni, egy szót nem tudok belehinteni ide a mikrofonba, mert nem érted, amit mondok. Ez a sorszám, hogy 16-os. A 16-os az azt jelenti, hogy elvileg 2016-ban jött ki, plusz-minusz egy év, de ez a tudását jelenti. De ennek hátoldala is van, és az azt jelenti, hogy elvárása van a te számítógéped felé. Na, ezt se hallottad még senkitől, ugye? Jó, elmondom máshogy. Ha lenne itt nekem ilyen varázsszatyor, persze nincsen. Jó, mondjuk ez lesz a varázsszatyor, így játszásiból, jó? De varázsszatyor... De megint a zsepit szívjuk segítségül, oké, figyelj. Beletette a zsepit, figyelj. Én nekem van egy nagyon csuda gépem, szuper... Intel i8-as, tele van AMD, Ultra, akármivel, minden benne van, bele van lapátolva, oké. És én letöltöm hozzá a Commodore 64-nek a telepítőlemezét. Érted? Ez így nem jó. A te dolgod, aká felhasználó, a te dolgod, hogy te tudod pontosan, tudatos vásárló vagy nem, nézem a fejedet, szerintem nem. Oké, okay. Na segítünk. Szóval, te mondjuk tudatos felhasználó, vásárló, tudatosan élő vagy. Nem úgy élsz, mint egy növény, hogy... Van egy ilyen kollégám, elnevezték növénynek, mert egy helyben ül és iszik. Hát az a növény, nem? De szóval, te neked a saját számítógépeddel, mint alkatrészek, a főbb egységekkel tisztában kell lenned. Ennek, jó példa, ennek, mi 16-os Ubuntu,
16, ezt kell nézni, hogy 16, neki elvárása van, hogy legalább ilyen jó géped legyen, legalább ilyen monitor vezérlő legyen benne, az jeleníti meg a képet, jó? Segít a kép megjelenítésben. Ebben most nem menjünk bele, mert ez messzire vissza az a vonat. Szóval, elvárás van, jó? Ha előveszek egy régit, már egy kicsit mélyebbre kell ásni. Ez a kedvenced, ezt nézted ki a neten, kedves, hogy hívják? A tímea. Mindegy, hogy hívják, nem? Na. Melyik volt a másik név, amit kitaláltam? Azt már is felejtettem. Szóval, ha kiválasztasz magadnak egy ilyet, hogy 12, figyelj, ugyanúgy 0-4 van a végén. De utána érdemes nézni. Szóval, ha 12-est választod ki, ennek ilyen pici elvárása lesz. Jaj, csak egy pici proci legyen benne. Ilyen pici monitorvezérlő. Megint a zsepi, hogy csak ennyi memória legyen benne. Csak egy picike, puf, és én már megyek is, és nem lassan. Tehát, ennek egy pici elvárása van. Cserébe, mivel pici elvárása van, így a tudása is ilyen lapos. Az újakhoz képest, természetesen, mert az újakban mindig ubuntus, ugye? Mindent belerakunk, fú, ez az, az utolsó bájtot is beleírjuk. És olyan tök felesleges funkciókkal van tele, hogy fú, a felét nem használom ki. De a másik felét meg igen, mert is az tök jó. Szóval, ha ehhez ragaszkodsz, Ubuntu, 16-os szám, elvárás, jó? Remélem, képbe vagy. Természetesen, ha nem vagy képbe, ami a te saját számítógépedet illeti, a számítógépedre, mint laptop, laptop hátul, itt egy laptop, ugye látod? Letakarjuk a márkajelzést, jó? Tehát, jó, nyulat ne nézzétek, mert az matrica. Tehát, laptop, jó? Mit csinál? Nem tudom, hogy hívják. Ez semmi baj, rá van írva, ne? Megfordítod, mert van színe, visszája. Tudod, mint a magyar forintnak, hogy van előnye és meg hátránya, több van. Na, megfordítod, és vannak ilyen szövegek az alján. Jó? És jé, oda van írva. Hm. Pontosan le van írva, hogy hogy hívják a laptopot. Ha rá van írva, hogy hogy hívják a laptopot, a hölgy mit csinál? Megkeresi a neten. Google-ével, Bing-el, van az a faültetős új kereső, ezt is tudom javasolni. Megkeresi, hogy hívják azt a laptopot. Beírja, és ki fogja adni a találatot. Hát, ha nincs szerencséd, akkor magyarul, de annak az fele információja kamu. Ha nagyobb szerencséd van, akkor angolul, és akkor meg tudod nézni, hogy de hiszen ebben a fele nincs benne, amit beígért a bolt. Hát igen, a magyar boltba vetted a laptopot. Ez kár, nem baj, mert legközelebb leszoksz erről a hülye szokásodról. Tehát pontosan tudjuk, ugye a lépcsőzetesség miatt, most már pontosan tudjuk, hogy... ezt mondjuk nem tudtam. De pontosan tudjuk, hogy miből van a laptop. Milyen processzor van benne? Milyen sok mag van benne? Itt a máknak a gubójában, mi? Nem. Annyi nem lesz, ne aggódj. Ha egyetlen mag, tehát ugye sok mag, tehát egyetlen mag belőle erős, és abból tesznek bele 4 magot? Hát, mert az így 500 000-nál kezdődik, úgyhogy ne aggódj, olyan laptop nálad nem lesz. Oké, viszont lesz benne olyan, hogy gyenge mag, abból 4, meg lesz ilyen segédmagból még 2, körülbelül, tehát árérték arányban természetesen jól le fognak téged húzni, mint a kakit a WC-n, tudod? Na, következő, eltette az archívumot elraktuk, következő. Nagyon jól megmagyaráztad ezt a telepítést, ugye arról van szó. Nagyon jól megmagyaráztad, ezért szeretnék hozzád fordulni a problémával, ami a következő. Nekem most egy Windows XP-m van, és szeretnék mellé telepíteni egy Linuxot. Hát ez hogy lehet lereagálni? Nekem, mint elvileg hozzáértőnek, hogy figyelj, megint előveszem az arrahonat. Azért jó, mert lehet vele példálózni. Tehát, azt hiszem elfelejtettem valamit. Azt akartam megmutatni neked, hogy van 2 operációs rendszer. De nem fog menni, mert itt nálam olyan nincs. Nem őrzök itt a Windows-okat. Nem tudom mutatni, hogy Windows.
Várja. Van egy jó ötletem, figyelj. Jaj, Zsán bácsi, azért remélem, nem marad. Nem fog haragudni, remélem. Még él. Na jó, szóval. Várja. Szóval, elővesszük a telepítőlemezt. Ez egy Ubuntu. Ugye jó régi 12-es, ezt látjuk, oké, nem baj. Ez egy példa lemez, jó? És elővesszük a másik lemezt, ami a Windows. Tudom, nem lehet őket egy vonalba említeni, ez egy zenelemez. Na most ne ezzel foglalkozzak. Tehát ez most egy Windows telepítő lemez. Na, tehát. Ha eleve rajta van Windows, elfordítom. Na, értsétek már meg, ez egy Windows telepítő. Na, tehát rajta van a Windows a gépen most. És mellé szeretnél tenni egy Linuxot, hogy ez a kettő hogy egymás mellett legyen. Na, mert azt hiszed, ennek így, az örökké így fog maradni. És amikor elindítod a számítógépet, az, te majd választhatsz, hogy A vagy B. Tudod, vannak a mobiltelefonok, meg zsepi. Vannak a mobilok, hogy ki lehet választani, hogy egyes SIM-kártya, kettes SIM-kártya, vagy három SIM-kártya. És melyikről indítom a hívást, és akkor halló, ez nem olyan. Volt nekem egy mesterem, én építő vagyok, belső építész, ez valószínűleg már a többi videóimból már lejött. Tudod, letöltötted ide, érted? Ő azt mondta, hogy a tiszta munka hoz eredményt. A többi az nem. Mert a többi munka, ami nem tiszta munka, takarítást von maga után. És ez azt jelenti, hogy van egy Windowsod. És mellé teszel egy Linuxot. Akkor az egyik meg fog halni. Idővel. A Windows alapból nem tud magára vigyázni. Kell rá. Tűzfal, vírusírtó, töredezettségmentesítő, féregkereső. Hát ne soroljam már el, mert így ketté fog válni a hajam. Oké? A másik, a Linux, az meg körbe van. Betonfalazva, az csá. Na vajon ki fog meghalni? Hát nem tudjuk. Mondok egy másik példát. Van egy Windows XP-t, ugyanez a rendszer, ugye? Van egy Windows XP-t, mellé teszed a Linuxot. De most nem azt használod, fő van téve, de most nem azt használod, hanem a Windows fut. Az első kérdések egyike mi lesz? Új, szabad terület, ugye, hogy formatálja? Te megütött egy tss, igen. Most ez azért van, mert a Windows XP, hát egy diszkréten 16 éves rendszer. Mikor jött ki a Windows XP? Valahogy 2000-es évek táján. 2001-ben? Egy plusz-minusz egy pár év. Nem gáz, szögeljük be, hogy 2000, oké. Okay. Tehát kijött 2000 után egy kicsivel, jó. 2016-ban. Te meg fölteszel egy 2012-es rendszert mellé, nem fogja felismerni. Mert ez úgy ír a lemezre, hogy EXT4. Ez a neve, hogy EXT4. Windows meg úgy ír, hogy NTFS. Ennek ez az írási neve. De ha ez NTFS-ben van megírva, alapból, ő felismeri a FAT-ot, FAT, meg az NTFS-t. Kész! Jó? Hogyha a Linuxot indítanád el, az látja a Windows, mert visszafele kompatibilis az is. Hát, te Windows, mi legyen vele? Öljük meg! Érted? A kettő egyszerre nem megy huzamosan. Hogy vissza tudok kérdezni ilyen kérdéseket, hogy most 2016 van, most tudom milyen hónap, legyünk hitelesek, ugye, szeptember közepe van, már is nem értem, hogy egy 16 éves programot, amit szeretnél. Ha lenne 16 éves fiam, akkor nem a csattogós lepék téne vennem neki, hanem az óvszert. Oké? Okay. Tehát, ezt berakjuk. Meg majd még úgy is kelleni fog. Tehát, visszatérve a levélre, mert ugye akkor elvileg erre válaszoltam, olvassuk az elejétől, és akkor elvileg minden kérdésre adott válasz majd meg fog jelenni itt fönn. Jó? Szia, láttam korábbi videódat, a Linux telepítést magyaráztad el. De király, el kell magyarázni egy telepítést. Iskolában nem tanítják amúgy? Ja, nem. Kár. Ja, vagy tanítják, csak nem figyelték. Az még pláne kár. Következő. Nagyon jó, elmagyaráztad. Ezért szeretnék hozzád fordulni a problémára, hogy következő, nekem most egy XP-m van, szeretnék mellé Linuxot telepíteni, igen, hallottuk.
hogy ebben az esetben ugyanúgy kell eljárni, ahogy ebben a videóban mutattad, ugye ahol a 12-es Ubuntu-t telepítettük. Nem, nem így kell eljárni, és ezen a ponton így megfordult a szemüvegem, így előre át, és leborultam. Nem kellett felé, nem. Úgyhogy nem, ez nem jó módszer. Két rendszert egymás mellé tenni soha nem okoz tiszta munkát. Ha két rendszert akarsz használni, rengeteg megoldás van rá. De egy vinyóra ne tegyél, hogy félbe particionálod, tehát félbe vágod a két vinyót A, B, és akkor a egyik más... Ne. Oké. Következő kérdés. Most jön egy fontos rész. Figyeld. Még soha nem telepítettem más rendszert a gépemre, ezért is félek ettől egy kicsit. Miért kell félni tőle? Ha föltelepíted a Windows-t, most egy másik lemez. Tehát, ha föltelepíted a Windows-t, akkor gondolom már nem először telepítetted, mindig ugyanúgy föltelepíted, te a telepítőt már ismered. Oké. És te azt gondolod, hogy azt az egyet tudom, így, mint a Szent Grált, a keresztény lovagok fogták, azt az egyet ismerem, így, és ezzel alszik, ezzel fürdik, ezzel vakarózik, tehát ezen kívül a termékek teljes palettája áll rendelkezésre. És hadd mondjak valamit, ami majd sokat fog neked segíteni. Minden telepítő magyar nyelvű. Wow! Hát ezt lehet, hogy nem gondoltad volna. Az összes Linuxnak, ami létezik, talán 2% kivételével, de az már a ferde szemüveges, ilyen elmerodjantak világa, ezt mondjuk nem tudom javasolni senkinek, ott előfordul az, de nagyon ritka az is, hogy ott nincsen magyar telepítő. De tudod mit? Hogyha angol nyelvű a telepítő, szerintem még mindig érteni fogod. Úgyis alap szavakkal van megfogalmazva a telepítő rendszer, hogy értsed. Comprehende? Tehát. Következő. Még egy kérdés. Valamint az lenne a kérdésem, hogy honnan szerezhetem be magát az operációs rendszert? Ez nem hülye kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Csak az a gond, hogy ti ugye, általános olvasók, nem értitek, hogy amikor farol az autó, merre kell kormányozni. Ez nem ilyen egyszerű. Hogy farol az autó, akkor ellenkormányzunk. Nem! És ha pont ott egy fal. Ez nem ilyen egyszerű. Ha farol az autó, mindig arra kell kormányoznod, amerre te szeretnél menni. Instead of, tehát ahelyett hogy, amerre az autó akar menni. Ne arra menjél, erre menjél. Na ezért nem Windowsosok az autók. Mert a Windowsba arra menne az autó, amerre a Windows akarja. Nem pedig amerre te. Oké? Okay? Tehát, honnan lehet ezt a operációs rendszert beszerezni? Ahhoz, hogy ezt megértsed, ahhoz meg kell értened azt is, hogy mi az, hogy valami ingyen van. Itt az agyba ez nem fog bemenni elsőre. A múlt héten nyomtuk egy live-ot egy elég híres srácsal, és az összes nézője a live-nak azon az alap dolgonak, hogy valami ilyesmi fejet vágtak. Mi az, hogy ingyen van? Hát itt mindent ki kell fizetni, mert ha valami ingyen van, az nincs. Oké. Okay. De hogyha valami ingyen van, az nincs. Hogy kerülsz a világra, te gyökér? Aha. Ja, hogy az élet, az nem számít. Ja, meg a halál se. Jó, erre lehet mondani azt, hogy a szülésznek fizettünk, hogy jól sikerüljön a műtét, ezért te ki vagy fizetve. Meg ilyen lapos dumákat, hogy hát a temetési költség akkor az a te... Fú, szóval, térjünk vissza az egyszerű részekre, jó? Nem kell sokat visszamenni a múltba, milliókat meg ilyenek, nem. Egy pár ezer évet visszamész, mondjuk 3000 vagy 4000 évet, az tényleg nem sok. Hány millió éve eltök a dinók? Na. Szóval, 3-4 ezer évet visszamegyünk, a születés ingyen volt, a halál ingyen volt, az egész életnek a fele körülbelül ingyen volt. Ha termeltél magadnak zöldséget, ingyen megetted, ingyen kikakiltad. Az egész folyamat ingyen volt, oké? Okay?
Visszajövünk a jelenbe, figyelj. Vannak ökofalvak. Krisna völgy, sorolja? Sok, sok ilyen hely van. Van vallásos, nem vallásos. Tartod a vissza, akarsz. Figyelj. Reggel ingyen ébredsz. Tiszta jó, nem? Este ingyen fekszel. Wow. Veszel level up. Egész nap ingyen élsz. Ingyen eszel, iszol. Ingyen csinálsz mindent. Az egész kör, az egész életed ingyen van. Az már jó, nem? Hidd el, van egy csomó minden, ami ingyen van. Ha ez így bejutott, de be tudtad bútorozni a többi bútor mellé, mondjuk így fogalmazzunk, akkor tudunk tovább menni, jó? Egy csomó minden ingyen van. Mondjuk egy fogkrémes példát. Van egy ismerősöm, azt szereti, fogkrémes példa. Nálam nincsen fogkefe, majd legközelebb jobban felkészülök, jó? Ez egy toll, ilyen idióta kacsa van a végén. Ez most egy fogkefe, jó? Fogat mosa. Kiköpöd, oké. Bemész a tévéhez. De jó fogat mosta. Nézed a reklámot. Most jön a jó rész. És használja ön is ezt a csíkos fogkrémet, mert 10 fogorvosból 9 ezt ajánlja. Szuper csíkos fogkrém. Oké, ezt se értetted. Akkor elmagyarázom, jó? Van 10 fogorvos. A 10 fogorvos miből él? Abból él, hogy te neked rossz a fogad. Ő olyat fog javasolni, ami a te fogadat elrontja. Különben éhen fog halni. Vágod? Na, ezt hívják kapitalizmusnak. Ha a fogorvos azt a fogkrémet javasolná, amit most én szedek például, én használok, megszűnne a fogorvos ipar, mint olyan. Ilyen 90%-ban. Nem volna fluorid benne, nem volna alumínium benne, meg kén, salétrom, meg ilyen anyagok, hogy nyolc év, csillogóan fehér legyen a fogam. Jó van. Szóval, ha megértetted azt, hogy ingyen van valami, még mindig itt tartunk, nem érted. Ha megértetted azt, hogy ingyen van valami, akkor meg kell értened azt is, hogy az ingyen van. A beszerzés nem azt jelenti, hogy el kell mennem a bútba, elmegyek a bútba, pénzzel kifizetem, ha valakinek le kellett gyártani, nem? Erre mindjárt visszatérünk. Valakinek le kellett gyártani, oké? Okay? És utána, mint a Szent Grált, ugye, mint az előbb mutattam, viszem az a Windows-t, meg kifizettem, tehát beszereztem. Nem. Itt jön a lényeg. Ha ingyen van valami, akkor ezt letöltöd és a tied. Kész. Vágesz? Comprehende? Oké. Okay. Ha letöltötted, nem fogod tudni felhasználni. Mi a felét csináljak vele? Le van töltve. Oké, okay, és? Itt jön a szerepbe. A pénzzel megvásárolt, még nem javaslom. Pénzzel megvásárolt írható DVD-lemez. Jó? Mondom még egyszer, az írható nem azt jelenti, hogy tollal lehet ráírni, jó? Az azt jelenti, hogy be tudod tenni a számítógép megfelelő nyílásába, ami egy DVD író, és az alulról teleszurkálja lézerre, mert ilyen gyökér, ilyen tűvel teleszurkálja, oké? Okay? És megjelenik rajta egy rendszer. Elvileg, ha nem a Lucky Gold Star termékét használod, mint DVD író, talán még fél év múlva is fogod tudni használni az írás eredményét, tehát magát a telepítő lemezt. Világos? Ingyen van a telepítőlemez, letöltöd ingyen, elmész a boltba, fizetsz kb. 100 forintot, de mondjuk ezt nem javaslom, mert simán a honlódára becsapod, az kiszaladsz fel, hello, elloptam! Ez se jó ötlet, na várj. Valahonnan kérjék kölcsön, valahogy megoldod. Na, szerezz egy lemezt, ami neked ingyen van, ez egy ilyen jelképes dolog. Ha beszerezted ingyen, ezt a programot letöltötted ingyen, kiírtad rá az operációs rendszert, a Linuxot, ingyen, és még mindig nem követtél el szabálysértést, vágod? Mert ingyen használsz egy olyan dolgot, ami ingyen van. Olyan furcsa hangzik ez ebben a világban, igaz? A minden pénzbe kerül, tudom, hallottam, éppen elégszem. Oké. Okay. Megvan a telepítő lemez, mert te kiírtad lemezre. Onnantól kezdve ugyanúgy működik, mint egy 60 ezer forintos Windows telepítő. Csak közben telnek el az évek, és az egyiket mindig újra kell telepíteni.
úgy kb. 3-4 havonta, fél évente. Hát ugye a másikat nem. Na mindegy, menjünk tovább. Ismét egy olyan kérdés, amire azt mondaná az általános felhasználó, tehát te. Hát ez hülye kérdés. Nem. Jöhet. Honnan tudhatom, hogy melyik oldal biztonságos, és melyik fájlt kell letölteni? Úgy pontosan. Ezt a részét el tudnád nekem magyarázni? Most éppen persze ezt tölteni. Ha lehet, minél részletesebben, hogy biztosan ne rontsam el. Ez az egyik legfontosabb dolog. Ha egyetlen részletet kihagysz a magyarázatból, akkor a végeredmény nem lesz jó. Például veszel egy széket, amit otthon... Na oké, lássuk. Ez most egy böngésző, jó? Mint Firefox meg ilyenek. Beírjuk teljesen magyarul a keresési címet. Mi az, amit leszeretnénk tölteni? Figyeld! Linux letöltése. A Linux letöltése. Ugye látható. Na. Ubuntu.hu, Linux.hu, Opera.com, csúcs böngésző Linuxra. Böngésző. Tehát nem magát a Linuxot. Aztán Pupi 528, letöltőköz.hu, meg Intermatrix, meg HVG, heti világgazdaság. Semmiféle találatot nem fogsz találni. Nulla. Mert elkövetted az egyik legnagyobb hibát, amit egy számítógép felhasználó elkövethet. Magyarul keresel. Tilos. Jó? Ja, itt ingyen magyarul. Oké. Ingyen magyarul, jó. Hol lehet fizetni a Linuxért? Mert azt, hogy te kifizesd a Linuxot, már profi kell legyél. Biztos, hogy van olyan weblap, ahol le lehet tölteni. Tehát, hogy te frankó hülyének néznek, érted? Sőt, nem is néznek hülyének. Tudják, hogy se hülye vagy. Oké. Keressünk angolul. Linux download. Jó? Angolul. Jé. Érdekes. Az első találata helyes. Vágod? Itt nincs kamu. És annyit változtattam, hogy Linux download. Kész. Az összes találat helyes. Ez már nem, ezt itt ne is vegyétek figyelembe, jó? Az első három helyes találat. Jó? Letölteni Ubuntu desktop. Ezt meg később elmagyarázom, mi a különbség közte. Letöltés Ubuntu. Ezek ilyen gombok egyébként. Na, rámegyünk ide. Oké. Okay. De gyors netem van. Na, oké. Okay. Tehát, letöltése az Ubuntu desktopnak. Hogy tudjad, mit jelent az, hogy desktop, ahhoz tudnod kell, mi a különbség a szerver és az otthoni számítógép között. Jó? Tehát te neked desktop számítógéped van. Akkor is, ha laptop, akkor is, ha asztali gép, az mindig desktop marad. Mert a másik verzió az a szerver. Jó? Tehát az Ubuntu 16.04, és már van rajta egy pont egyes javítás, ezek a javítócsomagok, mint a Service Pack a Windowsnál, tudod? Csak az a különbség, hogy tényleg javítottak rajta. Mi kell hozzá? Elvárás. Javasolt rendszerösszeállítás. 2.0 GHz, tehát 2 GHz-es, 2 magos, vagy esetleg jobb. Akinek nincs ilyen gépe, ez, az új Ubuntu 16-os nem fog szépen futni a gépén, hanem csak lassan. 2 RAM, természetesen gigabyte-ban mérendő. 25 giga merevlemez hely. Ez mindenkinek meg lesz manapság. Szükség lenne egy DVD lemezre a telepítéshez, vagy egy USB porthoz, hogyha olyan telepítő médiád van, hogy pendrive-ról föl lehet telepíteni, bár a pendrive-os telepítést én nem szoktam javasolni. Internet hozzáférés a segítő kész. Az azt jelenti, hogy amikor te telepíted a DVD lemezről például az Ubuntu-dat, és be van kötve az internet, menet közben a frissítéseket még hozzácsatolja. Jó? Tehát egy könnyített megoldások, hogy Ubuntu-ra váltsunk. Egy régebbi verzióról, a hülye Windowsról, vagy Macintosról. Hogyan kell átváltani Ubuntu-ra?
Jó? Hogyan kell lemezt írni a Windowson? Na majd én segítek, jó? Ugyanis a Windowson van egy csomó lemezíró, ami program meghajtja a lemezíró alkatrészt a számítógépbe. A kétharmada nem engedélyezi a Linuxos lemezírását. Ha beteszed a lemezt, meg akarod írni, hogy Linux lemezt írsz, a kétharmada hibásan fog írni azért, hogy te nehogy írjál lemezt. Ezért a hivatalos weblapra, itt látjuk ugye, hogy Ubuntu.com, hivatalos weblap, kitették a megoldást, hogy melyik írók azok, amikkel meg tudod írni a Linux lemezt, és nem fogsz hibába ütközni. Ugye világos? Melyik fajta, hogyan kell írni Windows 95? Hát ilyet azért csak nem használnak az emberek manapság. Na, úgyhogy így lemezt írni, így, és lépésről lépésre elmagyaráz mindent. Itt van a fő weblapon. Oké. Menjünk vissza a keresésre. Hogyha én pontosan tudom azt, hogy hívják azt a Linuxot, ami nekem való, akkor beírjuk annak a nevét. Mondjuk egy nagyon elterjedt programot fog most beírni, elvileg az emberek számítógépének 99%-án így instant azonnal működik. Linux, mint cinnamon. Enter. Nem tudom a verziószámot, nem tudok semmit. Csak magát, az operációs rendszer, tehát az alapprogramnak a nevét beírom a keresőbe, és az első találat az azt jelenti, hogy itt látjuk fönn egy Linux mint, és utána oda képzeljük azt, hogy com. És itt van len, Linux mint com. Belépünk. És ezen a weblapon ugyanaz van, mint a többin, letöltés, összes verzió, kész. Hát mire van szükséged? A nagyon régi 2-esre, a régi 13-ra, a 17-re, vagy mit szeretnél? A jobb oldalon, itt, ezen az oldalon azt látjuk, hogy meddig van támogatva. Tehát ha te egy 17-0-at, egy 17-es, ugye ezek ugyanazok, tehát ez itt mind ugyanaz a 17-es, ez 2019 áprilisig még bőven támogatott rendszer lesz. Ez azt jelenti, hogy 2019 áprilisban kijön egy új alkatrész, azt ez még tudni fogja. És még utána is. A következő az már 2021-ig jó, a 18-as. És vannak ilyen hülye kódnevek hozzá, de ezekkel olyan nagyon nem kell foglalkozni. Ennyi. Jó, fogod, letöltöd, mit tudom én, ezt a rózsát, és jön a következő kérdés. Ha már letöltötted, melyiket szeretnéd? A cinnamont, abból a 32-est, a 64-est, a cinnamonost, amiben nincsen kodek, mert én csak ilyen vagyok, 64-32, cinnamon OM, 64-es, vagy a KDS-t, vagy a Mátét, vagy a no-kodekes Mátét, vagy az OMS Mátét, az XFC-et, melyiket? És mindegyikből külön a 32-es és a 64-es. Mondom még egyszer, pontosan tudnod kell, hogy neked 32-es, vagy 64-es processzor van a számítógépedben. És hogy milyen processzor van a gépedben, ugyanúgy rá tudsz keresni, hogy beírod azt a laptopot, hogy mit tudom én. Beírod a gyártó meg a termék nevét, és ki fogja dobni, hogy abban milyen processzor van. Jó? Itt egy másik rendszer, az Ubuntu. Az Ubuntunak van egy ilyen hátrány, most kicsit közelebb hozom, hogy jobban lássátok. Net a vége. Net. Tehát Ubuntu.net. Tehát ő neki nem Ubuntu.com a vége, hanem net. De ezt sem magamtól találtam ki, hanem nekem is ugyanúgy rá kell keresni, hogy mi volt ennek a címe. Rákeresek, hogy Ubuntu, download, és kidobja, hogy .net. Ugye világos. Természetesen az Ubuntu-nak, az LXDE alapú Linux-nak, nagyjából így néz ki, amikor majd kész van, ugyanúgy itt van letöltés, és bármikor le tudod tölteni. A 64, ja, itt a frissítés is van, hogy az előzőről mit kell csinálni, hogy azonnali hatállyal a legújabb Linuxom legyen. Hát ezt a sort beírod, és kész. Na, két. Na nagy kaland volt tényleg. Oké, tehát most 16.04-es az a rendszer, amivel az Ubuntu dolgozik. Oké, hogy kell letölteni? Hát így. 32-es, 64-es. Ennyi. Sima írható lemez, vagy torrent file. Sima írható lemez, vagy torrent file. Na, melyiket szeretnéd? A lehetőségek tárháza van itt előtted. Remélem segítettem. Na, szóval, elvileg minden kérdésre válaszoltam. Remélhetőleg.
Szóval azzal a hölgyel, aki most ezt levelet írt nekem, ezt egy jó hosszú videót neki csináltam. És természetesen, mivel nem a pénzszerzés a célom ebből az egészből, ingyen csinálom, a saját alvás időmből veszem el az időt, tiszta jó, nem? Tényleg nem kapok érte pénzt, rágot, tehát nem állak kasszák itt mellettem, így ömlik felém a pénzt, tehát így nem. Jó. És ahogy látod ezen a videón, hirdetés sincs, reklámok, ilyesmi. Vágod? Ingyen csinál valaki valamit. Tudom, nem fog egy csomó embernek ez most megértődni. Én megpróbáltam. Mosom kezeimet. Oké? Okay? Tehát. Az alapkérdés, az archívum meg is. Az alapkérdés tehát az, hogy most éppen Windows XP-t használ a hölgy. Nem túl indokoltan. Ebben most nem menjünk bele. Hogy hogyan tehetné föl mellé a Linuxot? Melyiket? Mert oké, rendben van. A Windows XP-nek a telepítőjét már ismeri. A Linux telepítő egyébként egyszerűbb, mint a Windows XP telepítő. Ezt egyébként a videókból is egyébként látni. Egyébként. Többszörösen is nem tartom indokoltnak, hogy bárki a mai világban Windows XP-t használja. Többféle okból is. A másik meg az, hogy mellé. Minek? Mi az, ami fut a Windows XP-n, amiről nagyon-nagyon nagy szükség van, amit például a bármelyik Linux nem tud ellátni? Az például micsoda? Mert azt nem tudod mondani, hogy a legújabb játék, ami lődözős. Több okból is. Először is azért, mert egy finom hölgy írta ezt a levelet. Tehát nem az AK47, illetve az AMD lesz a legnagyobb barátja, hanem igen. Ott valami elavultsági probléma van. Ott nem az van, hogy megállás nélkül lövöldözünk, és a Steam már bele van égetve a vinyóba, már annyiszor játszottuk vele. Jó? Tehát nem. Linuxon meg futnak új játékok. Nem annyi, mint a Windowson, ezt tudja mindenki. De attól még van egy csomó, sok. A Linux, ha nem futna rajta játék, még akkor is bent tudná tartani az embereket, mert az máshogy gondolkozik. És abban a pillanatban, hogy megérted azt, hogy a másképp gondolkozás az hogyan működik, bent maradsz te is. Ha van játékod, ha nincs, nekem is van kedvenc játékom, fú, egy csomó. Komolyan. Egy csomó. A 90% a Windowsos. Az valami, nem? De már nem megyek vissza Windowsra. Mert itt a Linux oldalon, itt is van egy csomó jó játék. Bizony. És csak azért, hogy az én kedvenc játékommal játszok, én már nem megyek vissza oda, mert jön egy csomó olyan dolog azzal, hogy én Windowsos leszek újra. Egy csomó olyan dolog jön, ami nekem már nem kell. Nem. Oké? Okay. Szóval, ez egy nagyon jó kis levél volt. Remélem sikerült mindenkinek, ugye, mert nem csak a hölgynek válaszoltam, hanem... Hát remélem az uraknak is válaszoltam. Jó? Ugye értitek a különbséget a szavak között, jó? Úgyhogy remélem válaszoltam mindenkinek. Főleg az értelmes kérdésekre, mert ebben a levélben tényleg nagyon sok volt. Aztán, hogyha jön még egy ilyen mélyen vágó levél, akkor majd igyekszem arra is lehetőségeim szerint válaszolni. Úgyhogy mindenkinek minden jót, aztán majd meglátjuk, hogy alakul ez a továbbiakban.